Szerintem nincs olyan magyar ember, aki ne látta vagy ne hallotta volna a tegnapi VB eredményt. A vízilabdázó fiúk bejutottak a döntőbe. Ennek apropóján tegnap Laci hajókázni indult, de nem egyedül tette ezt. A Műegyetem rakparton vagyunk, egy menetrend szerinti hajójárata várunk, ami ott áll majd meg, amivel a Margit szigetig utazunk, és a többes szám kétszeresen is indokolt, egyrészt azért, mert nyilván sejtik, hogy egy televíziós stábban vagyok, másrészt pedig pillanatokon belül csatlakozik hozzá Kovács Ákos, aki a Magyarország-Görögország válogatott vízilabda mérkőzésre megy, ugyanezzel a hajójárattal. Mondjuk ennek egy nagyon jó hangulata van. Úgy mondom neked. Nagyon komolyan. Nem úgy van, mint szegény helyen. Hát az Atya úristen. Mi egy meglehetősen vidám műsor vagyunk így reggelente, de azért én szeretném, hogyha ebben a ez nem baj, ez egyáltalán nem baj, de szeretném, hogyha egy-két ilyen komolyabb, fajsősabb témát is egy picit az megpiszkálgatnak. Persze, csak úgy óvatosan, persze, de azért mégiscsak ahova megyünk, jó? Tehát mit gondolsz erről a VB-ről? Tehát, hogy nyomon követed, mennyire tartod sikeresnek, mit nézel? Zseniálisnak tartom, tehát a világ legszebb fővárosában zajlik a VB, számomra mindenképpen az, a világ legszebb fővárosa. Kérlek szépen, a megnyitót is végignéztük, családommal végig izgultuk az ausztrálok elleni csoportmérkőzést, az olaszok elleni véres mérkőzést, ahol... Helyszínen? A helyszínen természetesen, sőt az olaszoknál a teljes család, ami nálunk nagyon nehezen összehozható, mind a négy gyerek és a nejem is jelen volt, és ott együtt toporzékoltunk. Ott valahova elkerült a lobogónk, amivel szurkolni szoktunk, úgyhogy most Marci fiammal jövök az elődöntőre, ahol a görögök ellen küzdünk. Nagy izgalommal jöttünk, és a lobogót nem találtuk, úgyhogy nem tudjuk, ezt a jó jelnek vegyük-e, vagy rossznak. Mit gondolok a VB-ről? Az, hogy a vízilabda legszebb sport a világon, és ennek tényleg nincs semmi köze ahhoz, hogy én magam is jó néhány évig úttörőkoromban, alig 40 évvel ezelőtt játszottam a budapesti Honvéd színeiben. Hát akkor még ez egy nagyon másik sport volt, tehát nagyon különbözőt nem volt, például a támadóidő, és még hosszan sorolhatnám, de nem akarom halálra untatni a reggeladás nézőit. Nem mutatsz igazából, meg ez nagyon fontos, és majd mindenképpen a végén oda szeretném, hogyha kivezetnék a beszélgetést, hogy mit tippelsz természetesen a mérkőzésről, de előtte még mit gondolsz úgy a VB-ről, hogy mit hozhat ez nekünk Magyarországnak? Lehet ennek olyan hozadéka, amivel mondjuk el tudunk indulni és tudunk építkezni mondjuk a következő 5 évben, 10 évben, uram bocsán, még távolabbra nézve? Én meg győződve, hogy van pozitív hozadéka egy ilyen nagy világversenynek, nem az én tisztem, hogy eldöntsem, hogy milyen mértékű ez, de hát ez a város és ez az ország is teljesen, ha ezt a hülye szót lehet használni, alkalmas arra, hogy világversenyeket rendezzen. Én ennek a pártján vagyok, azt is tudom, hogy sok bírálója van az ilyen nagy rendezvényeknek, meg mindenféle egyéb szempontot a sporttól, különböző szempontokat is felemlítenek. Én szeretném a jót látni mindenben, és ebben én szinte csak a jót látom. Egyébként, amikor te szurkolsz, akkor te ilyen vehemes vagy? Tehát, mert focizni fociztunk már együtt, és akkor tudom, hogy mindent beleteszel, tehát tényleg csúszol, hát mászol, azt szabad így fogalmazni. Jelentősen szurkolok, igen. Jelentősen? Tehát, jelentősen. Tehát, tehát ott ülni, mint a sült halannak nem az sok értelmét látom. Az lehet otthon is, igen. Én őrjöngő szurkoló vagyok, és ráadásul kicsiben én is megéltem azt, amit ezek a világklasszis sportolók megélnek a vízben, ezért tudom, hogy milyen küzdelmes. Néha egy rossz lövés mögött is mennyi munka van, úgyhogy nagyon tudok izgulni értük. Egy picit most az elmúlt időszakban eltűntél. Ez a szokásos tervezet, vagy ennek volt valami oka? 2017-ben nem koncertezünk, ennek elsősorban az az oka, hogy az elmúlt négy esztendőben 2012 és 2016 között majdnem 600 ezer embernek játszottunk koncerten, ami hát a jó ízlés határait súrolja. Jó néhány koncertkiadványunk, stúdióalbumunk, egyebünk, Maxik, középlemezek megjelentek, és a koncentrált szerzői munkát akkor lehet végezni, hogyha az ember nem koncertezik és nem koncertre készül állandóan, vagy két koncert között végez stúdiómunkát. Most ennek az lett az eredménye, hogy ebben az esztendőben többet dolgoztam, mint bármikor eddig, de ezt jó érzéssel mondhatom, készülök egy Arany János verséből összeállított hangos könyvre és előadásra. Ha minden jó megy, éppen a Nemzet Színházában lesz a bemutatója kora ősszel, és elkészül a tavalyi dupla aréna koncertünknek a DVD kiadványa is lassan, és hát jövőre, ha Isten éltet, akkor 50 esztendős leszek, 30 éve leszek éppen a pályán, amennyiben ez pálya, úgyhogy nagy összefoglaló akusztikus jellegű előadásokkal készülünk. Ezeket az esemény előtt csak nem egy esztendővel elkezdtük hirdetni, és már ott állunk, hogy alig van jegy. Thank you.
jó, ez óriási dolog, hogy akinek jegye van a VB-re, az ezekkel a hajókkal mehet, most már harmadszor vagy negyedszer megyek vele, és mindannyiszor egyszerűen arcul csapja az embert ez a látvány, a vár, a hát citadella, a hidak, éjszaka, amikor a meccsről jövünk, és kivilágítva látni a rendbetett parlamentet, hát egyszerűen szóval jó érzés végignézni ezen a városon. Na, hát én szeretek magyar lenni, most ez olyan, ma már sajnos már ki se szabad mondani igazán, mert ennek is biztos vannak olyan felhangjai, ami az ember megőr, már jó napot se lehet kívánni anélkül, hogy valami felhangot ne hallanának benne, de hát ez a város egy csoda. Szóval azon gondolkodtam, egész életemben ezt mondtam, úgyhogy nem is új donság, ez úgy udvaroltam a leendő feleségemnek, hogy a Lánchídon kísértem mindig haza, mert ő budai lány volt, én meg Koszlott Pesten voltam rongyos lakó, és azt tudom mondani, hogy akkor is azt gondoltam, és egyre inkább ezt gondolom, hogy ez a világ legszebb fővárosa, és csoda itt élni, és jó végignézni rajta. És nagyon fogok szurkolni ma a magyaroknak, hogy verjék laposra mondjuk egy ilyen 12-8-al kiegyezni szegény görögöket, igen, és akkor így tudnánk ráfordulni a döntőre. Nem vagyok ennyire optimista, bár mindenképpen kemény nyeljük. Csapat a görög. Nagyon kemény igen. Csapat, akkor én is kimondok egy eredményt, és akkor hónap meglátjuk, jó? 9-8, természetesen. Sajnos közelebb van a valósághoz, de én a vágyálmaimat is beleszőttem abba, amit mondtam. Onnan? Egy ugrást bevállalnám? Én nem, megmondom, hogy miért nem, mert én... Csak 20-ról, amikor vízipólóztam, és nagyon vízipóló előtt meg úszó voltam, és a hajós Alfred úszodába jártam 4 éves koromtól úszni. És egyszer, talán 7-8 lehettem, és fölmentem az ottani toronyugró torony tetejére, ami azt hiszem talán 6,5, maximum 7 méter. Na most onnan lenéztem, örök élmény volt, és reszketve visszavonultam.